Valami kis jószál csak elkapta. De tényleg kicsi. Lennél, akkor még aláírnám itt a harciasságod. Meg, hogy meg akarsz izzasztani. De hát... Szerbusz, Barni. Mindjárt mondom a sztorit tulajdonképpen, Barni. Hogy... nagy, de nagyon agresszív kis állat. Persze igen, mert ugye horogszűz volt még. Szép kis kükös. Menjél vissza, pusszál egyet. Sztori lényege az, hogy körülbelül egy, nem is tudom, 9 óra környékén ültem le horgászni,
és éppen el is köszöntem, mert így nem volt kedvem, inkább úgy döntöttem, hogy megyek be. Kettő darab bojli lett felfűzve a szerelékre, amit két nappal ezelőtt csináltam, ugye élőadásban azt lehetett is látni. Ugye egy olyan szerelék, amelyik dobós pecához van kitalálva, és garantáltan nem csavarodik a damil, amit ugye a horog a főzsinóra. Mindegy olyan ólom van rajta, majd később majd megmutatom ezt is. Nem most, de majd olyan nappal lesz. És mindenféle etetés nélkül ezt a bojlit, amit kaptam, csak így randomba bedobva, egy fél óra alatt elhúzta egy ilyen kicsike pontyocska. Ez volt az a bojli, amit hogyha hármat fűztem fel, akkor az a 10-es vagy 10 pluszos ponty vette fel egy ilyen 3 óra, 2 óra múlva. Most csak ő jött, de nem is szeretnék tovább horgászni, szóval így mára ez így ennyi. Jönnek sokan, jön a hétvége, jönnek a vendégek. Hosszú volt nekem is ez a napom. Rengeteget kellett mozognom, füvet nyírni, stb. Szóval várom a vendégeket, és majd itt több élőadás lesz. Köszönöm a lájkokat, illetve csatlakozzatok, akik még csak most vannak itt a csatornán, mert ugye, hogy jönnek a vendégek, akkor minden egyes fogás élőadásban lesz majd mutatva, és nem folyamatos live-ozás lesz, hanem a fárasztási időszakban lesz bekapcsolva az élőadás, és a visszaengedésről lesz mindig így felvétel. Ezeket tudjátok elkapni, hogyha feliratkoztok ti is a csatornára. További szép estét kívánok nektek, innen Tiszakécskéről, az Amvel horgásztóról. Mára ebben fejezem be.